Sokan érkeztek Zombára ezen a hétvégén olyan távoli településekről, akik korábban még a térképről sem tudták, hol van Zomba. Motorosok, elsősorban crossosok, akiket a Zombai Motoros Klub alapítója, máig fenntartója, ifjabb Lánger József szólított meg régebben. Még a 2000-es évek elején, amikor kitalálta, megszervezte a Délmix kupát, amely életet lehelt előbb a haldokló Tolna megyei motorsportba, és lehetőséget adott más pályákon az országban egy újabb verseny megrendezésére. És a Langerféle DLMX lehetőséget adott a sportág hátországában versenyhiánytól szenvedő lelkes amatőröknek, hogy kiégik ebbéli sportági ambíciójukat. Sok kategóriában, több korosztályban eljött az ünnepélyes eredményhirdetés ideje az idén is, aminek megadták a módját a településen. Az esemény motoros családok országos összejövetelévé is vált, zenével, fehér asztalok mellett. Ez egy ötfordulós sorozat hát Magyarországon, tehát ha kezdtünk idén Apostaggal, utána Csipkostöttős, Dunavecse, Kalocsafogtó és Zomba, így zárult az egész sorozatunk. A főszervezős, egyben versenyző büszke arra, hogy a zombai viadalnak olyannyira híre ment, hogy a 125-ös, 250-es, 500-as géposztály első osztályú versenyző is szép lassan megjelentek a meghívásos DLMX kupán. Hiába csak régiós kis versenyek ezek, tehát azért nagyon nagy létszáma, tehát 150, 160, 130-as indulószámmal vagyunk, és tehát ugyanúgy lehetőséget nyújtunk, akik indulnak az első osztályba, külön kategóriákba indulnak, tehát nem tehetek össze egy első osztályú versenyzőt, vagy egy másodosztályút, aki szintén majdnem olyan jó, mint egy első osztályú, azt nem tehetem össze egy kezdővel, vagy éppen egy olyan emberrel, aki meg kicsit haladott. Tehát van 14 kategória, ebbe beleérthetőek a gyerekek is, és hát utána meg tehát a kategória szerint indulhatnak el, de azért bátorkodhatnak menni följebb kategóriába. Visszafele nem mehetnek, ugyebár, tehát vissza kategóriába, de főfele mindenki mehet. Mikor elkezdtük ezt 2006-ban, akkor 100-as létszámok voltak, 100-110, és a válság idején azért volt, mikor csak 40-en voltunk. Tehát most meg, amit ki szeretnék emelni, a Zomba, tehát 181 induló volt augusztus 25-én. Fokozatosan erősödik az idősebb Lánger József emlékét őrző zombai motoros hátországot képező klub. A település 20 kilométeres vonzás körzetéből már 45 tagot számlálnak. Előbb-utóbb felbukkanhat az öregebb és a fiatalabb generációból ifjabb Lánger József utódja is. A klubvezető lelki szemei előtt már a kis Dékány Feriben, a kis Zombiban a közeljövő zombai motokrosszozóját látja. Az alma itt sem esett messze a fájától. Dékány Ferenc az édesapa ugyanis aktív versenyző volt 10 éven át. Most azért bizakodunk, tehát van nálunk a kis Dékány Zsombor, ő nagyon picike, tehát óvodás korában kezdte, és bízunk benne, hogy ez kicsit úgymond segítjük is, hogy legalább egy jó pár évig vigye. Te hány éves voltál, amikor szóló egyik rosszpályán édesapád bemutatott? Kim voltam az a meccs, 6 vagy 7 éves? Hát nem. Még fiatalabb, nem? 3,5. És milyen motor? Hát egy Romet. Egy póni Romet, de hát ezt is beszerezni, még annó, ugyebár alig lehetett. Óvis korában ült először motorra a kis Dékány, földes úton. Van nálunk egy földes és azon. És azon. Aha, és ez milyen motor volt ez? Be tudod nekünk mutatni? Hogy KTM. Egy KTM motor. Jól van, és a földes után minden héten eljöttetek a földes útra, és egy kicsit mentél minél többet? Igen. Aha. Mert néha kimentünk a pályára. Aztán tavaly már a versenyprogramban is láthattuk a kis Zombit egy KTM nyergében, bemutató jelleggel, aztán versenyen is. Jövőre még több éles versenyen vesz majd részt, ígérik. Igazából az látszott rajta, hogy nagyon kiegyensúlyozott, hogy gondolkodik, nem megy bele olyan dolgokba, amik túlvállalnám magát, és akkor innen jött a versenyzés iránti kezdeményezésünk, és láttuk, hogy a kisgyerek szereti, élvezi, amit csinál, nem erőből csinálja, nem erőszakra csinálja, hanem minden örömből. Ez a legfontosabb. Hát igazából a délkupa minden futamára szeretnék ki, az biztos, az 50-es kategóriában, mert még túl pici a nagyobbhoz, ez egyértelmű, és akkor meglátjuk az év további részeit, hogy alakulnak. Mit szerez benne? Az egyeneseket, a kanyarokat? Mitől jó ez a motor? Miért szereted? Azért, mert jókat lehet ugratni. Ugratni vele, és nem félsz az ugratásnál? Nem. Melyik dombot tudod átugratni? Kicsit, nagyot, közepest? Melyiket? Mindegyiket.
Zombán jóformán sokáig a Délmix kupa és egy kisebb verseny zajlott évente, ám úgy tűnik az országos szövetség is felfedezte ezt a pályát, momentán több országos verseny rendezéséről is tárgyalnak a felek.